Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Ma egy nagyon egyszerű, nagyon gyors és véleményem szerint rendkívül érdekes étel főzését fogom megmutatni. És ugye sokszor felmerül, hogy mi ez a luk, ugye a fakanalakon, meg mondjuk itt, ezen is, miért van az luk. Hát körülbelül az azt jelenti, hogy hát egy főre számítva amennyi tészta, spagetti, ugye átfér ezen, hát nagyjából ez egy adag. Ugye? Ez egy emberre számítva, ugye egy adag spagettinak felel meg. Hát én egy kicsivel többet teszek, nem túl sokkal. A kétszeresét nagyjából. És ami az érdekessége, most ennek, hogy ebben nem tettem sót. Tehát a főző vízbe, hanem most kivételesen só nélkül fogjuk főzni, ugyanis a főzés folyamán, majd fogjátok látni, hogy a sajtban ugye rengeteg só van, és hát fölösleges még extra sót bevinni. Alright? Tehát ennek a főzési ideje 8-10 perc, hogy úgy igazodjatok, hogy ezt frissen fogjuk fogyasztani, és hát inkább a vendég váljon egy kicsit ugye erre az étele, mint hogy az étel várjon a vendégre. Ez egy olyan típusú étel, és hát szépen megfőzzük a tésztát. Mondom, a 8-10 perc főzési idő. Amíg azzal ott elkészülünk, vágunk össze szalonnát. Hát ha van, ott van neked a porcsetta, ugye az a tokaszalonna, füstöl tokaszalonna, ha nincs, hát jó a bacon is. Aztán ugye legyen parmezsánod. Az eredetiben nem parmezsán van, az igazi római megoldásban, hanem nem is tudom már milyen. Annak a sajtnak a neve, de a modern idők felfogása, tehát amit változtattak, most már nyugodtan a parmezsánt is lehet használni. Oké? Okay. Jövünk és kisütjük ezt a szalonnát, ugyanis erre szükségünk lesz. Teljesen kisütjük. Hoppá. Mi a titkának az ételnek ahhoz, hogy jó legyen, hogy tényleg ez ne tojás rántottát kisít, hanem ugye ezt a carbonara szószt el tudjad készíteni. Ugye ahhoz kell, hát ők úgy mondja, lehet használni 3,5 tojást, de a negyediknél már csak a sárgáját, tehát ennél már csak a sárgáját rakott bele. Na most ugye régen úgy csinálták meg, hogy beletették, míg a szegénység volt, stb. A teljes 4 tojást. Mai idők felfogása, mint ahogy előbb is mondtam, modern idők felfogása szerint csak a sárgáját használják. Én természetesen a régi idők embere vagyok. Maradok is, remélem, még sokáig. Sokaknak a örömére, sok embernek a bánatára. Jaj, gyerekek, megint. Mindig feljön, hogy hagyjuk a francba a beírókat, de most megint volt. Ott van egy beírő, majd olvassátok el. Megint kaptam egy lövést, gyerekek, megint. Szóval felverjük az árulásról, meg hogy hogy van nekem bőr a pofámon felvenni majd a magyar nyugdíjat. Ott van a válaszom. Tehát fölkeverjük, várunk egy kicsit. Kisütjük a szalonnát. Jöjjön minden. Ja, visszajöttünk ide a tojáshoz, és hát elkezdjük beletenni a parmezsánt. Először itt van egy kis maradék. Hát ez körülbelül majdnem, hogy elég is. Ugye? És
ugye? Hát körülbelül ilyen sűrűnek kell lenni, mint ami itt van. Még lehet hozzá tenni, mert teszek bele ebből leőröltből is egy adagot, így. Yes. Most fordulok, és jön egy trükkös dolog, mégpedig az, hogy ebből a tészta, forró tészta vízből, és figyelj, mennyi, hát egy együtt, ugye hozzáteszek, és tovább keverem. És ez egy kicsit most ugye fel is olvassza, dissolving ugye a sajtot. Oké. Jó, és akkor várunk. Ide teszem. Erre a nagyobbik edényre van szükségem. Right. Jó, közepes hőfok, gyerekek. Most lehet elrontani ezt a carbonara dolgot. Most lehet elrontani, ha nem figyelsz oda. Ugyanis nem rántottát fogunk készíteni erre a karbonárára, hanem a sajt szószt. Oké? Tehát közepes hőfok, és figyelj, a tésztát most így éppen csak lecsurgatod, nézd oda? Így, és ilyen vizesen ide beleteszed. De? Szóval nincs lemosás, nincs semmi, hanem most, aki ezt meg akarja csinálni, az kérem, hogy figyeljen, és próbálja leutánozni, ahogy én csinálom, jó? Tehát vízes, a tészta vízes, és körülbelül látszik is, hogy mennyire, ugye? És ezzel a macskaköröm dologgal szépen ki is lehet szedni szinte az utolsó szálig, ugye, majdnem. Kettő meg van, lezárom, marad itt a tésztavíz, és ugye mondom, közepes hőfok, átforgatjuk a forró zsiradékba, körbe évi megjött, jó az idézítés, kérem. Tehát nem sütjük, csak átforraljuk a tésztát, és itt a karbonáránk, ugye, itt ráteszünk, újra megkeverem. És először csak lassan, mindjárt vagyok, lassan. Mindjárt vagy. A felét rátesszük. Azt mondja, hogy mindjárt vagyok. Vagy. És ugye azonnal össze is keverjük. És lehet csinálni ütemesen, tehát gyorsan. Hogy ne rántottát csinálj. Ugye? Jó, most figyelsz. Egy merőkanál vizecske megint. Ugye? Forralod. Nézd, oda kezd kialakulni a szósz. Jó, és akkor most már rá lehet tenni az egészet. Mindet. Tehát négy tojásról beszéltünk. És dolgozod, ne csomósodjon be, kevered. Ugye. És szépen, ugye, nézd oda, itt a szósz, átforrósodik, megolvad. Gyönyörű. Gyerekek, már is lezártam. És a spagetti carbonara, ad ide légy szíves a szalonnát. Csapd ide rá nekem. Jó, az egészet. Még, mindet. Meghagyom a Sofinak. Hm? Sofinak hagyok egy csipetet. Akkor, ja, vegyél, akkor vissza, no, kell, no, neki. No. Kell neki. No, tedd rá, csak most enni. Ennyi van már csak, hogy elkeverjük. Kész. Gyerekek, készen vagyunk.
Spagetti carbonara. Ala, Jani bácsi elkészült. Na, Évi szed egy kis adagot. Na most egy dolog van, amit én kihagytam, ami viszont előírás. Ugye azt mondja ugye a római változat is, amikor ott kóstolod, hogy lots of pepper, tehát black pepper. Tehát érezni kell rajta a fekete borsot. Na most én, mivel hogy itt Szofi is van, Évi is van, én azt ugye természetesen kihagytam, de a magamére fogok tenni. Mondom, te is egy csipetgyűt azért raksz. De ő úgy mondja, ugye, hogy hát a borsnak nagyon érezni kell, érződik el ezen az ételen. Hát nem tudom, a kokosz fogja érezni majd? Nem. Nem, ő máskap? Kokosz. Egyen meg a kis kokoszáját. Ez ő. Na, kóstoljad meg, hogy ízlik így fogja. Ezzel a megoldással. Lehet, hogy kicsit túlfőztem a szószt, de vélemény szerint ez így jó, ahogy van. Na most lehet rátenni még, te döntöd el, még parmezsánt, vagy pedig, ha úgy gondolod, akkor egy kis mozzartellát még rá lehet tenni pluszba, amit én fogok is tenni, egy kis mozzarellát fogok rátenni. Extrába. Ugye a sót nem raktunk a tésztára, mert tészta vízbe nem is kellett. Hát azt mondta is ez a mesterszakács. Ez így jó, gyerekek, ennyit erről. Maradunk tisztelettel. A majdnem kész konyhabútor társaságából. Ah, föltetted a... Itt már kész a bútor, gyerekek. Már csak a fiókokat kell visszatenni majd, és kész a bútor. Right? Bye-bye.